Fontos az együttműködés, a vásárlók és a kereskedők is sokat tehetnek a biztonság növelése és a feszültség csökkentése érdekében. Fejlesztések Kisvárdán, folyamatban a Zöldváros projekt, jövőre pedig új múzeum és honvédelmi sportközpont is épül. Szentestére december 24-e estéjétől december 25-én reggelig felfüggesztik a kijárási tilalmat Magyarországon, jelentette be Kis Róbert alezredes, az Operatív Törzs Műveleti Központjának helyettes vezetője. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az elmúlt 24 órában 2141 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést. Ezzel 305.130 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Közülük 15.220-an Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élnek, elhunyt 183, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 8.282 főre emelkedett. Több mint 7.000 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 517 heten vannak lélegeztetőgépen. A szabályok betartása mellett odafigyeléssel, türelemmel és tudatos tervezéssel is sokat tehetünk a karácsonyi vásárlási roham gördülékenyebbé tételéért. A kereskedők együttműködésre kérik ügyfeleiket, de ők is számos dologgal segíthetik vásárlóik biztonságának növelését és a feszültség csökkentését. Sok szabályt kell betartanunk vásárlás közben a boltokban a járványhelyzet következtében. Az ünnepek előtti roham idején mindez nem egyszerű küldetés, az egyre nagyobb tömeg pedig könnyen felszíre hozhatja a problémákat. Erre felkészülve intézett kérést a vevők felé az Országos Kereskedelmi Szövetség. A legfontosabb pontok, hogy ne az utolsó pillanatra hagyják a karácsonyi vásárlást, és ha lehet, egyedül menjenek vásárolni. Érdemes megnézni, melyik üzletben mikor van a csúcsidőszak, ezt az időszakot pedig elkerülni. A helyes maszkviselésre a zsúfolt helyeken még jobban oda kell figyelni, ahogy a másoktól való biztonságos távolság tartására is. Ha ez nem megoldható, célszerű később visszamenni. Mindeközben a kereskedők részéről fontos, hogy a meghozott intézkedéseket be is tartassák, a készfertőtlenítésre, maszkviselésre pedig figyelmeztessék vásárlóikat. Előfordulhat főleg az ünnepek előtti napokban, hogy csak annyi bevásárló kocsit kosarat tesznek ki, ahány vásárló könnyen tud mozogni az üzletben. Ugyanakkor ez azt is magával vonja, és erre élő példával is találkoztunk, hogy ilyen esetben az üzlet előtt áll a sor, és ott nem tartják be a vásárlók a távolságtartást. Vannak olyan távközlési szolgáltatók, ahol ha valaki nem tudom sorszámot húz, és megadja a mobiltelefonszámát, akkor sorra kerülés előtt például kap egy SMS-t, és nem kell neki sorba állni az üzlet előtt, hanem elmehet távolabbra, más ügyet intézhet esetleg, és szólnak egy pár perccel azelőtt, hogy ő sorra kerül. Sok helyen több eladót és pénztárost árufeltöltőt vetnek be karácsony előtt, van, ahol pedig a vevőszolgálatokat is megerősítik a napokban. A biztonság jegyében egyre gyakoribb az üzletekben a padló matricák felragasztása, a megfelelő távolságtartás segítése érdekében, ahogy az érintésmentes fizetési lehetőségek biztosítása, akár olyan módon, hogy a készpénz is érintésmentesen tudjon gazdát cserélni. Miközben kreatív megoldásokból egyre több van, az általunk megkérdezett ügyfélélménymenedzsmenttel foglalkozó szakember úgy látja, tavasszal mind a kereskedők, mind a vásárlók sokkal fegyelmezettebbek voltak. Most sok esetben tapasztaltuk azt, hogy hiába van kitéve mondjuk a készfertőtlenítő, nem használják a vásárlók, ugyanúgy tömeg van az üzletbe, beengedik a sok embert, csúcsidőben tényleg egymás lábára lépnek, annyian vannak. A pénztáraknál se tartják be a távolságot, tehát erre jobban oda kellene figyelni a mostani időszakban, én úgy gondolom. A szakember hozzátette, sokan belefáradtak a szabályok betartásába, így most sokkal nagyobb a kereskedők felelőssége, mint a járvány első hulláma idején.
Folyamatosan szépülnek a közparkok, és még több zöld felületet hoznak létre Kisvárda belvárosában. A város költségvetését jelentősen nem befolyásolta a koronavírus járvány, így a jövő évben kezdődő beruházásokat is sikerült előkészíteni. Kisvárdán hamarosan új honvédelmi sportközpont épül, emellett a turisztikai fejlesztések köre is bővül. A koronavírus járvány ellenére is gazdaságilag stabil évet zárt Kisvárda. A polgármester megkeresésünkre elmondta, a városban idáig egészségügyi szempontból sem volt kiemelkedően rossz időszak, az időben bevezetett korlátozó intézkedések megakadályozták a járvány tömeges elterjedését. Bár az előre meghatározott 2020-as költségvetés a védekezés miatt Kisvárdán is módosításra szorult, a fejlesztéseket ez érdemben nem befolyásolta. Leleszi Tibor hangsúlyozta, a zöldváros pályázat kialakítása az év legfontosabb beruházása, melynek keretében újabb közparkokat, zöld felületeket kap a belváros. Emellett a társadalmi felzárkóztatás kapott központi szerepet ebben az évben. Esélyotthon pályázati nagy célunk az, hogy a város fiatalságát valahogy megőrizni. 10 ilyen lakást tudtunk bérlakást átadni teljes felszereltséggel. 35 éven aluli fiataloknak, akiknek hiány szakmában dolgoznak környező cégeknél, cégekkel közösen konzultálva, 2 évig használhatják, és tulajdonképpen nincsen bérleti díj, rezsiköltséget kell, hogy fizessenek, tehát ilyen értelemben ez a része, tehát nem kell albérletre költeni. Ez egy nagy segítség a fiatalság számára, hogy itt tudjuk őket tartani. Ezen kívül képzésekkel segítünk a beilleszkedésben. Előkészített beruházásokból sincs hiány Kisvárdán, melyek elsősorban egy még élhetőbb város megteremtését célozzák meg. Új múzeumépület épül a vár szomszédságában, hamarosan elkezdődik egy honvédelmi sportközpont kialakítása, folytatódik a filmpark fejlesztése, továbbá új szabadidős sportparkok is a helyiek rendelkezésére állnak majd jövő évtől. Az önkormányzat emellett kiemelt feladatként kezeli a jövőben is, hogy új munkahelyeket hozzon létre. És azon kívül pedig az, hogy az emberek jól érezzék magukat, hogy legyen egy intelligens város, okos város digitális technológiák alkalmazásával, ez a távlati cél nyilvánvalóan, de nekem ez nagyon szeretném is veszőparipám. Nyilván nagyon fontos az, hogy Kisvárda egy erős helyi közösség alakuljon ki, egy olyan város legyen, amit nagyon erős identitástudattal rendelkezik. A polgármester elmondta, az ünnepi időszakban a város a szokásos rendezvényeit nem tartja meg, kárpótlásul azonban a korábbiaknál is látványosabb ünnepi díszkivilágítással készül az önkormányzat a lakosság számára. Szociális és gyermekvédelmi intézményekhez, valamint rászoruló családokhoz jutottak el az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség adományai. A karitatív akcióhoz a szövetség tagjai mellett vállalkozók és magánszemélyek is csatlakoztak, hogy együtt tegyék szebbé sokak karácsonyát. Egymás után érkeznek az ajándékok a Nyíregyházi Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény központjába. A csomagok élelmiszert, édességet és papírírószereket rejtenek. Az adománygyűjtést az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség megyei szervezete indította az ünnepek előtt. Számunkra öröm, hogy egyesületek, vállalkozók, magánszemélyek is csatlakoztak ehhez. Ki szeretném emelni az Itthon Fiatalon Szülőföldön és a Hieroteosz Egyesület csatlakozását, akik a saját adományaikkal is hozzájárultak ehhez az akcióhoz. Szeretném kiemelni azt, hogy vállalkozók is csatlakoztak, főleg fiatal vállalkozók, olyan a baráti körünkhöz tartozó fiatalok, akik fontosnak tartották ezt az ügyet. A szövetségnél minden évben szerveznek valamilyen karitatív akciót, elsősorban így advent idején. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy felelősséget vállaljunk a közösségünkért, rászoruló embertársainkért. Most a járványhelyzet idején különösen így van, hiszen több család került nehéz helyzetbe, több intézményben a látogatási tilalom miatt, meg vannak fosztva attól a közösségé, mint ezek a gyerekek a járványhelyzet miatt, ami nem teszi lehetővé azokat a széleskörű, vidám felszabadult találkozásokat, amelyeket megszoktunk az eddigi években. Ezért úgy gondoltuk, hogy idei évben itt Szabolcs-Szatmár-Mereg megyében a megyei összefogásnak az eredményeképpen budapesti segítséggel, országos segítséggel nevelőszülőket, intézményeket és családokat látogatunk meg, és viszünk el egy kis segítséget, hogy megköszönjük az egész éves helytállásukat ebben a különösen nehéz esztendőben, és kívánjunk egy egészségben teli, boldogabb új évet. A Nyíregyházán átadott adományok az intézmény nevelőszülői hálózatán és lakásotthonain keresztül több mint 100 családhoz jutnak el még az ünnepek előtt.
A nevelőszülői hálózatban jelenleg 151 nevelőszülő kap ajándékot. Őnáluk van most per pillanat 680 gyerek, fiatal, úgyhogy ők fogják kapni az ajándékokat. Egyrészt egy részüket a lakásotthon, egy részüket pedig a nevelőszülői családok. Az intézményvezető a gyermekek által rajzolt képekkel köszönte meg a segítséget. Ez pedig már kis léta. A település ápoló gondozó szociális otthonának 200 lakója és 130 dolgozója mandarint és szalon cukrot kapott. Az intézményeken kívül Nagykálló és Kisléthai rászoruló családokhoz is eljutott a segítség. Az X tervei szerint pedig januárban tovább folytatódik a gyűjtés a Nyíregyházi Egyházmegye által javasolt célok megvalósítására. Szondi Zitát nevezte ki Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház főigazgatójává. Megbízatása 2021. január 1-től hatályos. Mint ismert, december 18-án kórházigazgatókat nevezett ki a miniszter, aki hangsúlyozta, a jövőben minden részletében átszervezik az egészségügyet. Egy éve már valamennyi meddőpárnak az állam fizeti a szükséges kivizsgálását és terápiáját. A meddőséget sok esetben a férfiaknál meglévő fejlődési vagy szexuális problémák okozzák, emellett bizonyos gyógyszerek is hatással lehetnek a fogamzás elmaradására. A mielőbbi felismeréssel azonban nagyban javulhat a gyermekvállalás esélye. A felmérések alapján minden 5.-6. nagyjából 150 ezer nemzőképes korú pár fogamzásképtelen ma Magyarországon. Az egészségügyi világszervezet definíciója szerint meddőségnek azt nevezzük, amikor a rendszeres, védekezés nélküli szexuális élet mellett egy éven belül nem történik meg a fogantatás. Ennek elmaradásában a férfiaknak is ugyanolyan szerepük lehet, mint a nőknek. Egyrészt lehet fejlődési problémák, itt gondolva a hereleszállási zavaráról, esetleg a spermium képzésével, valamilyen nemi szervek gyulladásával, fertőzésével járó probléma, hormonális, genetikai probléma, szexuális probléma, daganatos betegségek, bizonyos betegségek, mint például a citosztatikum, bizonyos vérnyomáscsökkentők is okozhatnak ilyen problémákat, rendszerbetegségek, immunbetegségek. Előfordulhat, hogy mindkét fél problémás, sőt az is, hogy semmilyen problémát nem találnak a szakemberek a háttérben. A mielőbbi, akár gyermekkorban történő felismerés azonban nagyon fontos. A fogamzó képesség ugyanis biológiai óraként ketyeg, a nőknél 35, míg a férfiaknál 40 év felett, mint egy felével csökken annak az esélye, hogy gyermekük lehet. A férfi meddőség témájával ma már egyébként rengeteg fórum foglalkozik, és az urológusok is azt tapasztalják, hogy egyre több érintett jelentkezik náluk. Őket mindenek előtt 4 alapvizsgálatnak vetik alá, amely egy mélyreható kortörténettel kezdődik. Természetesen bejön a beteg, elsősorban kikérdezzük, ugye a kor, pontosan a női és a férfi kor, ugye, mint említettem, 25 éves kor a fogamzó képesség csúcsa, ezen kívül bármilyen nagyobb betegségek, családi anamnézis, mióta van a pár gyermek nélkül, esetleg korábban volt a szülések, vetélések, illetve van még párnak van-e már gyermeke. Ezt követi a fizikális, az ultrahang és spermavizsgálat, majd maga a kezelés a kiváltóoktól függően. Elképzelhető, hogy az életmód megváltoztatása megoldja a problémát, de akár műtétre is szükség lehet. A férfi meddőség mögött húzódó egészségügyi problémák időben felismerve jó részt kezelhetők, ezzel pedig családok ezrei kaphatják vissza az esélyt a gyermekvállalásra. 2019. december óta már valamennyi meddőpárnak az állam finanszírozza a szükséges kivizsgálást és terápiát, beleértve az orvosi beavatkozásokat és a gyógyszeres kezelést is. Sokan már az ünnepek előtt hetekkel megtervezik a karácsonyi menüt, egyre többen vannak olyanok, akik a hagyományos ételek mellett minden évben valami újdonsággal készülnek. Ebben az időszakban azonban hajlamosak vagyunk a mértéktartás mellőzésére, pedig az ilyenkor is fontos lenne. Az étkezésben sokaknak talán a legnehezebb a mértékletesség elvének betartása, ami nem is feltétlenül abból ered, hogy nem tudnak nemet mondani, inkább abból, hogy nincs rendszer az étkezésükben, esetleg csak naponta 2-szer esznek, és akkor természetes, hogy sokkal többet a kívánatosnál. A töltött káposzta, ez egy nagyon egyszerű dolog. Nyilván, hogyha a sima fehér is nézzük, és mondjuk a disznóhúst, amivel készül, ezeket mondjuk lecseréljük pulykára és basmati rizsre, akkor már is egy picit
tettünk azért, hogy a hormonális háztartásra ne legyen olyan drasztikus hatással, például ez az étel. Hiszen a disznóhús ugye zsírosabb, nagyobb a nem megfelelő zsírtartalma, ezzel együtt ugye a sima hagyományos rizsnek is ugye a glikémiás indexe sokkal magasabb, mint a basmatié, tehát hogy az értékeik ugye ezeknek az alapanyagoknak sokkal jobbak például, úgyhogy egy töltött káposztát elkészíteni basmati rizssel, újkadarált hússal, mondjuk adott esetben savanyú káposztával már is egy jobb alternatíva, és töltött káposztát tettünk. A karácsonyi menü tervezése során is célszerű szem előtt tartani az egyensúlyt, hiszen abban a pár napban a mértéktelenség kellemetlenséget is szülhet. A hagyományos ételeket például picit megreformálva már egy kíméletesebb, könnyedebb ételt kaphatunk ugyanazzal az ízvilággal. A felnőtteknél mindenképpen azt javaslom, hogy legyen rendszer, hogyha mondjuk megvan az, hogy reggeli nagyjából mindig ugyanabban az időpontban, majd van azért egy kis 10 óra is, ebéd, uzsona és vacsora, akkor ott már az adagok sem fognak annyira túllőni ugye az egészséges, normális határokon, hiszen folyamatosan kapja a szervezet ugye az energiát is, a tápanyagot is, és nem lesz szüksége rá, illetve kevésbé lesz szüksége rá, hogy mondjuk többet egyen. Tehát, hogy úgy talán, hogyha rendszer van, akkor az adagokat is könnyebben tudja tartani. Egyébként meg én mindig azt javaslom, hogy legyen a tányíron legalább egy maréknyi minőségi szénhidrát, lassú felszívódású szénhidrát, vagy közepes felszívódású, tehát itt most gondolok például megint visszakanyarodva a basmati rizsre, akkor legyen mellette megint csak egy jó marék zöldség, zöld saláta, egy tenyérnyi hús például, és nyilván mondjuk a zöld salátát meg lehet öntözni, meg lehet locsolni olívaolajjal, de ez most csak egy ilyen szemléletes dolog, hogy a szénhidrát fehérje, rost és jó zsírt aránya körülbelül azért, hogy így mindenből legyen a tányíron. Napjainkban már mindenféle alternatív alapanyag könnyen elérhető, nem kerül több időbe ezeket beszerezni. Az ünnepek alatt lényegesen kevesebbet mozgunk, ami szintén nehezebbé teheti az emésztésünket. Amennyiben időnk és az időjárás is engedi, legalább sétáljunk egyet ezeken a napokon is, mivel a mozgás a reformételek vagy alapanyagok mellett komfortosabbá teheti az ünnepi napokat. A karácsony és az új év miatt változik a hulladékszállítás rendje az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Szolgáltatással érintett területein. A szervezet minden évben a húsvét hétfőn kívül a december 25-ei és a január 1-i napokon tart szünetet a hulladékszállításban. Ezeket a gyűjtéseket egy közeli, másik időpontban pótolják. Már a települések nagy részére elküldte az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A jövő évi hulladékszállítási naptárakat. A szolgáltatással érintett települések mindegyike megkapja azt december 31-éig. A munkanap áthelyezésekre az idei év végén is sor kerül. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Idén december 25-én nem végez gyűjtést. Az erre a napra eső területeken december 27-én gyűjtik majd össze a hulladékot a Kft. Munkatársai. 2021. január 1-én sem lesz szállítás, annak a pótlására január 2-án kerül sor. Azért van ennek jelentősége, mert az emberek sajnos nem igazán követik ezt, vagy aki még követi is, figyelembe kell venni, hogy az autóink ezeken a napokon, mivel meglehetősen sokan elfeledkeznek erről, hogy gyűjtési nap van, nem rakják ki a hulladékot, sokkal hamarabb érnek el az adott ingatlanokhoz. Tehát előfordulhat, hogy nem a megszokott 10 órakor járunk majd X ház előtt, hanem már esetleg 8-9 órakor elvégzik a gyűjtést a kollégák. Az ügyvezető felhívja a figyelmet arra, hogy minden év végén kiadják a következő évre vonatkozó hulladékszállítási naptárakat. Kéri, hogy ezeket a települési bontásban kiadott naptárakat kövessék figyelemmel, illetve a Kft. Honlapján szintén településekre lebontva megtalálhatják az információkat. Személyes ügyfélszolgálatot jelenleg nem biztosít az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ha további kérdéseik vannak, akkor bárki elérheti a telefonos vagy e-mailes ügyfélszolgálatot, ahol kérhetik a kollégák segítségét.
A tabella 5. helyén tölti a téli szünetet a kisvárdai futballcsapat. Subka Attila együttese idei utolsó meccsén 3-0-ás vereséget szenvedett a MOL Fehérvár FC otthonában. A kisvárda január 23-án a Mezőkövesd elleni hazai meccsel folytatja bajnoki szereplését. Székesfehérváron búcsúztatta az évet a kisvárda, és a mérkőzésen érvényesült a papírforma. A hazaiak 3-0-ás győzelemmel vetettek véget a várda hosszú veretlenségi sorozatának. Ettől függetlenül Subka Attila együttese elégedett lehet eddigi szereplésével, 6 győzelemmel, 5 döntetlennel és 4 vereséggel, az 5. helyen tölti a szünetet a kisvárda. A végén az utolsó mérkőzéseken a Budafok, a Honvéd, az Újpest elleni mérkőzés az, ami kicsit hiányérzetem van. Itt ezekből a meccsekből többet kellett volna kihozni. Nagyon sok lehetőségünk volt a gólszerzésre, és nem tudtuk a magunk javára eldönteni a mérkőzés. Hogyha itt ezeken a meccseken tudtunk volna szerezni még pontokat, akkor azt mondom, hogy tényleg maximálisan elégedettek lehetünk, de így sem lehet oka panaszra. Az igazság az, hogy a végére már a koronavírus miatt és egyéb dolgok miatt elfogytunk mindenféle szempontból, számszakilag is, fizikálisan is, és ez már meglátszott az utolsó mérkőzésen sajnos. A kisvárdára 18 meccs vár a folytatásban. A vezetőedző szerint még vannak tartalékok a csapatban. Az előrejátékunkon kell javítani, és elsősorban itt a befejezéseknél, ugye, mint említettem, hogy nagyon sok olyan mérkőzés volt, hogy megvoltak a lehetőségeink, de azokat nem megfelelő arányban tudtuk értékesíteni. Ez mindenféleképpen javításra szorul. A védekező rész eddig rendben volt, jól le tudtuk védekezni nagy részben a mérkőzéseket, abból jól átmentünk támadásban. Én úgy gondolom, hogy ott a középpályán egy pici erősítésre szorulnánk, egy kicsit gyorsítani kellene a középpályánkat. Valamint jó lenne, hogyha tudnánk igazolni egy gólerős támadót is. Erről beszélgettünk Révész Attilával, a sportigazgatónkkal, úgyhogy bízunk benne, hogy ezt a tél folyamán meg tudjuk oldani, és akkor még egy kicsit erősebb kisvárda fog tavasszal pályára lépni. Román Karasjukkal, Tonci Kukoccsal és Lakatos Csabával szerződést bontott a klub. Érkezett a bolgár válogatott Janis Karabelov, aki január 3-án találkozik majd társaival. Az új év első bajnoki meccsén január 23-án a Mezőkövesdet fogadja a kisvárda. December 21-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, amellyel holnap este várjuk legközelebb Önöket. Addig is látogassanak el weboldalunkra a most elhangzott tudósításokért. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Éjjel túlnyomóan borult lesz az ég, kezdetben párás lesz a levegő, majd fokozatosan kitisztul az idő, néhol gyenge eső előfordulhat. A délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 fok körül alakul. Kedden túlnyomóan borult lesz az ég, sokfelé várható eső, az északkeleti határ közelében havas eső is előfordulhat. A délkeleti, majd a délnyugatira forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3-6 fok között alakul. Szerdán átmenetileg nagyobb területen is felszakadozhat a felhőzet, 24-én azonban főként délutántól egyre több felé várható eső.